Ahogyan a tabellán is látszik, a legutóbbi három mérkőzését elveszítette a Máté Szalkai MTK, amely előtte két döntetlen játszott. A győzelem ízét utoljára a hetedik fordulóban, Nyírgyulajban érezhette az akkor még Siska Attila által irányított együttes. Az elmúlt hétvégén Tuzséron már Papik Zoltán szakosztályvezető, Plesu Ádám technikai vezető és Botos Sándor csapatkapitány helyettes állított össze a csapatot, mivel az egyesület vezetése úgy határozott, hogy megköszöni Siska Attila munkáját úgy döntött a vezetőség egyetértésben a Siska Attila volt edzővel, hogy mindenképpen meg kell adni a csapatnak azt a lehetőséget, hogy, hogy egy új impulzus érje, fel tudjon állni és ki tudjon kecmeregni ebből a helyzetből, amiben a csapat vitte magát, nem feltétlenül hiszem, hogy az edző jutatta ide. Csendben váltunk el, Attilának a munkájára továbbra is igényt tartunk, ennek jeleként megkapta az U10-es csapatot. Ugye Attiláról azt is tudni kell, hogy utánpótlás edző valójában tavaly segített kikecmeregni egy hasonló helyzetből, most úgy tűnik, hogy ez nem sikerült neki. A csapatkapitány helyettes nem érti, hogy a felkészülési meccseken mutatott játék után a bajnokságban miért nem tudnak hasonló teljesítményt nyújtani a játékosok. Nem tudom miért a játékunk görcsös. A felkészülési meccseken nagyon jól ment a csapat, felpörögtünk minden meccsre. Nem, nem, tudom, van olyan dolog a futballban, amit nem mindig lehet megmagyarázni. Egyszerűen nem ment. Pegőcsöltünk a... Inkább a támadással volt baj, mert nem tudtunk gólt rúgni. Látszik, 8 gólt rúgtunk 11 meccs alatt. Az kevés. A Máté Szalka szombaton a tabella hatodik helyén álló rakamat fogadja, majd a szakói és a gyulaháza ellen lépnek pályára botosék. A téli szünetben aztán a vezetők végleges megoldást keresnek az edzőkérdésre.